A közterületi ivókutak téliesítésén dolgoznak a Heves megyei Vízmű ZRT szakemberei, ugyanis a téli hónapokhoz közeledve egyre gyakoribbá válnak a reggeli mínuszok. Míg a kékszínű küszkutak a téli hónapokban sem fagynak el, és ugyanúgy funkcionálnak, mint a melegebb időszakban, addig az ivókutak könnyedén elfagyhatnak, ennek megelőzése tehát a cél. Hasonló veszély azonban otthoni körülmények között is bárkivel előfordulhat, hívja fel a figyelmet Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT EGRI üzemegységének vezetője. Azt kell ellenőrizni, hogy ezeneken a kötéseken az aknában nincs-e szivárgás, illetve az itt látható csillagkeréknek állnia kell, akkor, hogyha a felhasználási helyen minden vízvételezési hely el van zárva. Ha valaki megfeledkezne ezekről a lépésekről és előfordul szivárgás, több 10 vagy akár 100 köbméteres többlettel is számolhat a vízfogyasztásában, melynek költsége alól sem mentesül. Ezt a jogszabály a felhasználó kötelezettségei között tartja nyilván, és amennyiben meghibásodás van, akkor sajnos az ott elfolyt vizet ki kell fizetni. Nagyon sok esetben látjuk, hogy az a probléma, hogy a kerti csapok fagytalanításakor elkövetik azt a hibát, hogy nem nyitják meg a csapot, és a levegőt nem tud kapni a rendszer, akkor nem tud leűrülni. Bárdos Zsolt mindemellett arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a nem lakott és nem fűtött épületekről se feledkezzenek meg ebben az időszakban, hiszen ott is könnyedén előfordulhatnak balesetek az őszi és téli fagyok miatt.